Sziasztok! Zozóka vagyok. Jelentkezem egy Elite Dangerous résszel. Méghozzá most a Trappist egy rendszerbe fogunk elmenni. Remélem sikerülni fog a felvétel, jó lesz a videó. Nagyon sokat próbálkozunk itt a VR-os videókkal, és remélem, hogy ez most jó lesz. Hol is vagyunk most pontosan? Kérlek szépen titeket, ha minden igaz, egy ugrásra a Trappist egy rendszertől. Így, na bocsánat, eltüntettem, ott vagyunk, így van. Tehát egy ugrásra vagyunk a Trappist egy rendszertől. Még én sem voltam ott, ahogy látni fogjátok, most fogom én is felfedezni. Szerettem volna, ha meglepetés lenne számomra is. Mit kell tudni a Trappist egy rendszerről? Most egy picit jobban utána néztem. 2010-ben fedezték fel magát a csillagot, a csillagrendszert. És 2017. februárjában derítették ki róla azt, hogy 7 földszerű bolygó, földszerű bolygó kering körülötte, és abból 3 a lakható zónában van. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy értelmes élet van rajta, hanem például, hogy mondjuk azon a 3 lakható zónában található bolygón elképzelhető, hogy található folyékony víz. De azt is kiderítették róla, hogy nagy valószínűség szerint az is elképzelhető, hogy vagy nagyon kezdetleges élet található a bolygón, értsétek ezzel alatt az, hogy mikróbák, ugyanis eléggé szélsőségesek a körülmények azokon a bolygókon. Aztán persze természetesen még a jövőben ki tudja, hogy pontosan ez mennyiben fog változni, hiszen most nagyon sok, amióta ez a felfedezés megtörtént, nagyon sokan elkezdtek ezzel a rendszerrel foglalkozni, és ugye az adatok alapján a elemzések is majd megtörténnek folyamatában. Na jól van. És hát időközben akkor felszereltem az én kis ASP Explorer hajómat. Nem a maximális még mindig a hajó. Egyszerűen ugye bizonyos alkatrészek nincsenek meg azon a helyén, ahol én vagyok. Például a hajtómű az egy picit gyengébb, tehát hogy 5 B-s, vagy 7 B-s van rajta. Nézzük csak meg. Ja, itt lehet, hogy de itt is mutatják. Talán. Itt van. 5 B, 5 as kell majd neki. Tehát, hogy még sajnos nem teljesen maximálisan funkcionál az űrhajó. Hát ez látszik azon is, hogy például nem is a legjobb fegyverzet van rajta, illetve még egyáltalán nem jártam ugye az űrhajóval az engineereknél, hogy lássam, hogy még mit lehet belőle kihozni. De hát, egyelőre itt van, és ugye mivel felfedezés küldetésen vagyunk, ezt a hajót hoztam magammal. Na menjünk, kedves fiúk, lányok! Hát az most felesleges. Végrehajtjuk az ugrást. Természetesen fuel scope van az űrhajóm. És mivel felfedező űrhajónak szállom, valószínűleg, hogy az üres helyekre még különféle... hát nem vagyok benne biztos, de üzemanyag helyeket fogok rakni. Majd még meglátom, hogy mely alkatrészek vásárlásával tudom még jobban ezt az űrhajót kihasználni. De még az is elképzelhető, hogy hát akkor ez lesz olyan bányász űrhajó is. Oké, megjöttünk. Végrehajtuk ugye a csillag szkennelését és a rendszer szkennelését a deep scannerrel. Nincs új. Ez érdekes. Hány foknál járunk? 67 foknál. Mindig... Nincs új. De miért? Mennyi üzemanyagunk van? Jól állunk. Menjünk majd egy picit távolabb a csillagtól, aztán ránézek a rendszer térképére. Ó, hát pedig ott van. Miért nem tudtunk szkennelni? Pedig 72. Kezdjük meg most már a távolodást a csillagtól.
megvan, álljunk le. Nézzük meg, hogy mi a figyfene van itt. Így van, itt vannak a mi kis bolygóink. Hát van, aki már egyből ide jött, ugye? Tehát már nem mi fogjuk természetesen felfedezni. Ahogy látom, hogy a holdak, ugye oda majd leszállhatunk. Ahogy nézem, hogy melyik lehetnek azok a bolygók. Hát sajnos ezeket föl kell fedezni. Szerintem ez a videósorozat ezt több részből fog állni. Ó, én nem is tudom, hogy majd hogy csináljuk ezt meg. Tehát ez több részből fog állni. Ott látom, hogy itt már biztos, hogy vannak így ránézésre. Valamilyen légkörrel fog rendelkezni. Ő is, ahogy látom. És talán ő. És hány bolygó van itt? Nézzük csak meg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Így van 7 bolygó. Ó, például ott látszik, hogy az egy légkör nélküli bolygó. Ugye? Bocsánat. Mert ugye ott van körülött ez a kék sáv. Mint ahogy ugye ott is. Itt a holdaknál. Tehát az utolsó bolygó az... az légkör nélkül rendelkezik, a többinek van valamilyen légköre, azt már így meg lehet állapítani. És ugye mindegyik között bolygó. Tehát ezt is mondták, hogy mindegyik... Csánat. Tehát, hogy mindegyik között bolygó. A csillag az vörös törpe, nagyon-nagyon aktív. Azt például pont magyar kutatók derítették ki róla, hogy iszonyú, hát... napkitörések, nevezzük napkitörésnek, amúgy ezek flare jelenségek vannak a napnál, és sőt, és olyan napkitörések, flare jelenségek voltak, amelyek például erősen befolyásolják itt a közelben lévő bolygókat. Tehát, hogy iszonyú forróság van a bolygón, és ha jól emlékszem arra is, hogy pont olyan a forgási és egymás keringési viszonyuk, egymás keringési viszonyuk, hogy a bolygóknak, most nem tudom, hogy a legközelebbi, inkább akkor úgy mondom, hogy a legközelebbi bolygónak mindig a nap felé fordul az azonos fele. Tehát, hogy ott iszonyú forróság van, míg ami a másik oldalon, még természetesen árnyékban van, az meg ugye állandó hideg van. És mindig azonos oldalát ugye fordítja a nap fele, a csillag fele. Na jó van, menjünk srácok. Ne is így csináljuk, tudjátok, hogy csináljuk? System map. És akkor, mivel ugye a csillagtól kifelé fogunk haladni, ezért... Ez ismeretlen. Ezért szépen mi is akkor így fogunk haladni. Mindenféleképpen be kell szkennelnünk a bolygókat, ahogy nézem. Mert... Ó, nézzétek meg, milyen közel van a naphoz. A holdjára ugye le is szállhatunk, le is fogunk szállni a holdjára. Hogy van, itt van deep scanner, meg próbáljuk egy deep scanner csinálni. Azért nem értem, hogy a deep scanner miért nem működik. Meg is van. Trappist 1-1. Hogy is vannak az elnevezések? Ezt is nézzük meg. Mert a valóságban úgy vannak az elnevezések. Hogy melyik bolygók vannak a lakható zónában, hogy... ajaj, 1/E, F és G. Azok vannak a lakható zónában. Tehát a nevek alapján majd be tudjuk őket azonosítani. Bocsánat, menjünk még vissza? Mert most már ugye beszkenneltem a bolygót, megvan róla esetleg a több info. Körülbelül akkor ez a bolygó, mint a Föld. Ott a rádiuszt, ha megnézitek, akkor a Földnek is körülbelül, nem tudom pontosan, mert elfelejtettem, a Földnek is körülbelül ilyen a rádiusza. Tehát 6-7 kilométer? 1000, bocsánat, nem, tehát 1000. 6000-7000 kilométer. A gravitáció az kevesebb, mint a földi gravitáció, 0,72. Ott van 240 Kelvin fok, ez nem tudom pontosan mennyi Celsiusban, mert nem értem, miért nem Celsiusra kapjuk itt mit meg. Tehát nem tudom sajnos. És ott van, hogy vulkanizmus mi van rajta. Szilikát.
gejzirek. Nincs atmoszférája. Ebben az esetben viszont nem tudom, hogy úgy néz ki, hogy a bolygókra nem tudunk leszállni. Mert ugye csak ezekre tudunk leszállni. Szkenneljük be őt viszont. Már egy is kezdte szkennelni. Ó, nézzétek! Pont egy flare jelenség. Ugye ez hivatalosan flare jelenség, de nyugodtan mondhatjuk napkitörésnek, csak ugye érteni kell, hogy megfelelő szövegkörnyezetbe helyezve ez nem a mi napunkat jelzi természetesen. Megtörtént. Nézzük meg a Holdról az infót. Igen, hát természetesen ő pici lesz. Nagyon nagy forróság van rajta, 240 Kelvin. Nem tudom, megnézem már, hogy mi a váltószám a Kelvin és a Celsius fok között. Természetesen magasabb, a Kelvin az magasabb, és a Celsius az kisebb értéket jelenti. De így, tehát forró, azt tudom, hogy nagy forróság van ott. Aha, igen, és akkor ezek még nincsenek földerítve. Szépen meg fogjuk őket nézni, de most akkor próbáljunk meg leszállni a Holdra. Ó, kicsit messzebb azért. Nem akarok hülyeséget csinálni. Oké. Francba, hogy mindig elfelejtem, hogy még egyszer nyomjam meg a kilépés gombot. Tehát le fogunk szállni most a Holdra, és egy picit körbenézünk a Holdon. És tehát tényleg, azt tényleg nem emlékszem, hogy most mindegyik bolygónak olyan a forgási rendszere, de a legközelebbi azt tudom, hogy az 100%, hogy akkor tehát, hogy mindig azonos felét fordítja a csillag fele. És hogy ezért legalábbis ezt írták róla, aztán persze ki tudja, hogy ez nem fog változni. Ugye ezt nem tudhatom. Próbálom a középpontba helyezni a látványt, srácok. Na, közelítsük meg a holdacskát. Úgy nézem, hogy itt sokat el fogunk lenni. És tényleg remélem, hogy sikerülni fog a videó egy picit élvezhetőbbé tenni. Sajnos, ahogy nézem, hogy a videóknál ti ugyanazt fogjátok látni, mint én a szemüvegbe. Tehát, hogyha így most mereven előre nézek, akkor én a baloldali és a jobboldali, a SysEngWeb, illetve azt a panelt, azt én éppen hogy csak a széleiket látom. A felét durván. Oké. Nem láttam semmi érdekességet a Holdon. Úristen, azt nézzétek meg, de durván néz ki. De durván néz ki. Ez valószínűleg, hogy valami kőzet, más színű kőzet van ott. Ó, mindjárt elkezdjük a csúszást, meg is történik. Amúgy ilyen látvány elég sok van. Sőt, ugye van egy olyan rendszer is, aminek olyan gyors a forgás ide, hogy nagyon nehéz leszállni rá. A kisfiú csatornáján, kisfiú 80-i csatornáján ő el is ment oda. Én nem mentem el, mert hát nem tudom, majd talán egyszer eszembe lesz, és akkor meglátogatom én is azt a rendszert. Tehát, hogy iszonyú forgási ideje van, nem is tudom, hogy másodperceként, percenként kerüli meg a csillagot? Hát, atyagatya. Ez nagyon durva látvány, srácok. Ez nagyon durva látvány. Nagyon-nagyon-nagyon kemény. Ugye azért is szerettem én a Dangerous, mert tényleg annyira jó megvan itt is csinálva, ugye.
egyelőre a közelbolygók, nem is tudom tényleg, hogy valaha is meg tudják azt csinálni az Elite Dangerous világában, hogy a légkörrel rendelkező bolygók, vagy ne adj Isten az élettel rendelkező bolygókra le tudjunk szállni. Tehát gondoljátok bele, hogy ez nagyon nehéz megcsinálni az Elite Dangerous világában. Úgy, hogy ez valóságos legyen. És ugye ezért van egy picit jobb helyzetben ilyen szempontból a Star Citizen, mert ott a... Ó, és itt vannak érdekes helyek. Ezek a közelségi radaron, ez azt jelzi, hogy itt esetleg találhatunk valami értékes dolgot. Itt a radar ugye ezt jelzi nekünk. Hogyha egy picit csökkentem, igen, tehát hogy itt növelem a távot, itt pedig csökkentem. Maradjon ezen. Akkor itt látjuk, hogy bizony itt vannak érdekes dolgok ezen a holdon. Úristen, de zseniális. Milyen magasan vagyunk? 1 kilométer. Ó, gyerekek. Tehát, hogy itt azért nem csak VR-ba adja vissza az élményt, de ott nagyon természetesen. De ugye, tehát ugye a sima Elite Dangerous-be is, amikor rendesen monitoron tévén játszol, ott is nagyon jól lehet ezt látni, érzékelni. Úristen, zseniális. Hú-hú! Azt a mindenit! Csak így az űrhajóval itt szállni, az már egy... jó pár perces extázist okoz. Úristen, gyerekek! Azt a mindenit! Nézzük meg, hogy milyen magas az a hegy. Hegy? Hát nem tudom, valószínűleg, hogy hegynek számít. Ugye nagyon jó, mert majd meg tudjuk nézni a magasságmérőn, hogy ez mekkora. Úristen! Zseniális. Meg fogjuk nézni azt a kéket. Mit szólnátok hozzá? Nagyjából megnéztem az irányát. Jaj, nem, bocsánat, mindig a földhöz képes mutatja nekünk. Akkor lehet, hogy így nem tudom megnézni, hogy ez milyen magas ez a hegy. Körülbelül most így fogunk elszállni fölötte. Zsupsz, igen. Viszont maradjunk körülbelül ebben a magasságban, tehát hogy igyekszem, akkor nem nyúlok hozzá a magassági kormányhoz. Nullán vagyunk, ott balra, ott ugye lehet látni, hogy nullán vagyunk, tehát hogy a hajó most vízszintesen repül, és akkor megnézzük azt, hogy a magasságmérő mit fog mutatni. Jó, végül is akkor hál' Istennek észbe kaptam, hogy itt hogy lehet akkor beazonosítani. Hogy leszünk nagyjából bolygó felszínéhez képest. Hajszál pontosan nem fogom tudni természetesen, mert látjátok, hogy dimbes dombos a rész, de mondjuk legyen olyan, hát itt most 3 kilométer mutat. 4 kilométer. Úgy gondolom, hogy ez elég szép magas. És megkezdem az ereszkedést. És figyelem a felszínt, hogy mégis mit jelez ő itt nekünk. Tehát, hogy ez a kék kör, ez nekünk azt jelzi, hogy itt elképzelhető, hogy valami érdekesség lesz. Próbálom szemmel észrevenni. Szerencsére VR-ban nem olyan rossz a látványvilág, hogy ezt ne vegyem észre. Lehet, hogy nem fogom tudni kivenni pontosan. Ó! Mami! Oké. Egy picit túl gyorsan ereszkedtem lefele, azt vettem észre, és korrigálnom kellett. Pedig ugye nem nagy a tömegvonzása a holdnak.
Hát nem tudom, nem látok semmit, az a baj. Az a baj, hogy nem látok itt szemre semmit. Amúgy az ilyenkor a biztos, ha leszállunk, és átülünk a holdjárónkba. Ha jól látom, akkor a jelzés szerint le is fogunk tudni leszállni. Meg is történt. Valamiért nem kapcsol ki nekem mégsem viszont a... Igen, ez a nem jó. Ó, de ott van valami, nézzétek! Hogy a franc van-e? Ott van valami. Tehát igaz, hogy nincsen bázis, valamilyen állomás. Menjünk még egy picit közelebb az űrhajóval, ameddig lehet. Addig közelítsük meg azt a helyszínt. Mert ugye annál kevesebbet kell menni értelemszerűen majd a holdjárművel felé. De ott van valami, azt kimondottam, valami mesterséges építmény. Na, és akkor picit láthattátok azt is, hogy nagyjából ugye hogy lehet földeríteni egy holdat, vagy bármilyen ugye objektumot, amire le lehet szállni, ugye, tehát a légkör nélküli holdak, bolygók. Itt most láttátok azt, hogy a radar az nekem hogy jelzi azt, hogy ott van valami, ami végsősorban nincs úgy beregisztrálva. Tehát nem egy komoly űrállomásról beszélünk, hanem valamilyen ismeretlen, mesterséges építmény. Kíváncsi leszek, hogy mi lesz az. Vigyázni kell rá, hogy ne lőjék szét az űrhajónkat lehetőleg, vagy a holdjárművünket, bárki lehet ott. Tehát végső soron így keressük meg, így szkenneljük végig a bolygót, vagy a hold felszínét, és amikor találtunk valami érdekeset, megpróbáljuk beazonosítani. Nem tudom, hogy milyen messze vagyunk tőle, ezt így elég nehéz, több száz méter az még szerintem. Megpróbáljunk szépen óvatosan oda menni. Ne kapkodjatok, ne legyetek türelmetlenek. Az Elite Dangerous, én úgy gondolom, srácok, hogy nem a türelmetlenek játéka. Nem szabad kapkodni. Le tudjuk rakni a szkerebet? Nem engedi. Valamiért nem engedi még. Na most! Jó, most engedi. Rakjuk le a szkerebet. Deploy. Ez az, gyönyörű. És meg fogjátok látni, hogy például én miért nem vagyok rosszul. Amúgy ez is zseniális. Itt egy picit jobban bele vagyok süllyedve a székbe, azért... a orra felé kell majd mennünk, ez most a hátulja az űrhajónak. Azért nem vagyok rosszul... az... itt a szkerebnél. Mert itt van options, meg kell mutatnom ezt nektek, hogy lássátok, hogy miről beszélek. Hogy ezek onra vannak rakva. Vehicle motion blackout, stb. Ez is, ezeket mind onra raktam. És így nem vagyok rosszul, amikor holdjárművözök. Amikor ezek offra vannak rakva, akkor úgy érzékelem, úgy ülök a járműben benne. Ez mi volt? Úgy ülök a járműben benne, és úgy mozog a fejem, a kamerám, mintha tényleg ott lennék. És, na, és az, mivel a tested ezt úgy érzékeli, tehát hogy kicsit ugye be van csapva az agyad a tested, akkor én tényleg, tehát én is azt nem sokáig bírom, tehát olyan 15 percig bírom, és utána érzem, hogy elkezdek émelni. És viszont ezeket, de zseniális. Tehát én most itt kinyúlok, kezemmel, bal kezemmel, és akár meg tudnám fogni itt ezt a vázat. Ó, nagyon durva, gyerekek. Na, tehát, hogy viszont ha ezeket egy picit bekapcsoljátok, akkor ezeket fixen tartja. És de hát azt is látni, például nézzétek meg, tehát, hogy nem így vagyok, nem követi a kamera a dölésszöget, meg a előredőlés, stb. Hanem így állandóan így vízszintesen vagyok. És ez sokkal jobb, higgyétek el nekem, ez sokkal jobb.
elvesz egy picit az élményből, az adja magát, természetesen, de sokkal-sokkal jobb. Te atya-gatya, te úristen! Ó, gyerekek, zseniális! Hát, én nem tudom, aki szidja a VR-t, csak azért, mert nem próbálta és irigy kutya, vagy én nem tudom, az kapjon magához, mert ez zseniális. Tényleg talán, hogyha Microsoft most bejelentette, hogy ő... Igaz, hogy ő nem gyárt szemüveget, picit adjunk sebességet, igaz, hogy ő nem gyárt szemüvegeket, de ugye az Acernek, ők remélem ismeritek, ugye a Acer márkát, ugye például lapokat gyárt, meg még nem tudom még milyen hardware eszközöket, ő most úgy néz ki, hogy elsők között lesz, aki a Windows operációs rendszer alá elkészíti azt a VR szemüveget, ami végső soron nem is tekinthető VR szemüvegeknek, hanem ez a kevert VR-ról beszélünk. Tehát van az Augment Reality, ami azt jelenti, hogy kiterjesztett valóság, és van a Virtual Reality. Na most, és ennek van egy ötvözete, ami a kevert valóságot jelenti. Ez végső soron az, hogy van egy Virtual Reality üzemmódja, illetve mivel a szemüvegen van egy olyan kamera, rendszer vagy kamera, ami azt lehetővé teszi, hogy az Augment Reality-t is látjuk, tehát hogy a körülöttünk lévő valós helyszínt, és ezt ugye keverik. Na, hát kíváncsi leszek arra a szemüvegre, nagyon olcsó lesz, egy picit attól félnek sokan természetesen, hogy az Acer azért nem a legmegbízhatóbb márka, de aki türelmesen vár, én úgy tudom, hogy lesz az Asus-tól ilyen szemüveg, nem tudom pontosan milyen, mert azt még nem láttam, csak ilyen nagyon ilyen koncepciórajzokon, tehát hogy azt nem láttam, de az Asus-nak, a HP-nak láttam még ilyen szemüvegét. Aztán, hogy ezekből persze lesz-e valami, azt nem tudom, az Acernek már kimondottan kész a prototípusa. És ebben az évben meg is fog jelenni. Ugye, és ezért is mondtam azt, hogy aki egy kicsit türelmes. Annyira, de azért érdekli a technika. Zseniális gyerekek, tehát hogy ez nagyobb ugrás, mint a 3D gyorsító kártyák és a 3D-s játékok megjelenése, ugye most a FPS játékokról beszélünk. Látjátok, hogy annyira itt is most nem lettem rosszul, mert semmit nem éreztem. Na, nagyon jó ez a, hogyha ezt orra rakják. Úristen, és tehát hogy csak az egy hatalmas élmény, hogy ilyen lassan megyek, nekem most fixre van beállítva a sebesség. Ezt hol is kell megnézni? A functionnél, hogy driver assist on. Ha ezt bekapcsoljátok, akkor állandó sebességgel mentek, és így tudjátok növelni a sebességet, és az úgy tartja. Ugye? Tehát, hogy van egy driver assistunk bekapcsolva. Amúgy lehet azt is, hogy kikapcsoljátok, és akkor teljesen ti irányítjátok ugye a sebességet. De én ezt jobban szeretem, meg közben tudok nézelődni. Ó, zseniális. Hát nagyon kíváncsi leszek, hogy mi lesz az. És mondtam, hogy több száz méterre van, csak megbecsült távolságként, de szerintem lehet, hogy az volt egy kilométer is, hirtelen. És ugye itt van középen akkornak mi kis radarunk, ami ugye segít nekünk ugye, hogy mi van itt nálunk itt a környező helyszínen. Arra persze figyelni kell, hogy sajnos szerintem egy picit kevés az üzemanyag készlete így alapból ennek a szkerebnek. Tehát láthatjátok, hogy 23 perc. Durván mondjuk 30 perc, meg körülbelül már jöttünk annyi ideje a üzemanyag készlete. Úristen. Tehát, hogy én sokkal nagyobb ugrásnak érzem most ennek a technikának a megjelenését, a virtual reality, augmented reality, stb. És a kevert valóságot, mint anno a 3D gyorsítókártyák és a kimondottan ilyen 3D-s játékok megjelenését. És itt most megint nem a tévének a 3D-jére gondolok értelemszerűen. Sokkal nagyobb ugrásnak érzem. De csak hát ennek a technikának is természetesen fejlődnie kell úgy, mint anno ugye a 3D gyorsítók és ugye a 3D-s játékok megjelenésének. Adjunk egy kis sebességet. Most már egy kinéz előttem magam.
Bocsújjuk, ha egy picit unalmasnak találjátok, de én most belevesztem itt a játékba. Ennek mintha más színe lenne, mint addig az eddigi megszokott holdjáróknak. Mintha más színe lett volna régebben, a francsot tudja. És látjátok? Tehát, hogy a kamera egy picit fix. Sőt, szinte lehet azt mondani, hogy talán teljesen fix. Ó, ott van valami, ez valami nagy bázis lesz, ilyen raktár. Itt vigyázni kell, mert ez biztos, hogy itt valaki őrzi. Az tuti bizti 100%. Fékezzünk le egy picit. System, térkép. Nézzük meg még egyszer ezt a holdat. Látjátok? Semmilyen ismert bázis nincs rajta. Semmi, tehát tök üres a bolygó. De ugye mi mégis találunk rajta valamit. Tehát mi mégis találunk rajta valamit. Úristen, nem tudom hány részből fog állni ez a videó. Ez csak, hogy ezt a rendszert most amennyire lehet alaposan felfedezzük. És ugye ezért lehet elveszni a játéknak a világában. Mert hogyha tényleg valaki komolyan gondolja a felfedezést, akkor ilyen sokáig tart, hogy felfedezni mondjuk egy adott rendszer. Egy adott holdat, jó alaposan körbenézzük. Tehát ez valami raktár, nagy raktár épület, vagy én nem tudom mi ez. Atyagatja, ezt nézzétek meg. Tehát ez nem egy űrhajóbázis, itt nincsen landolóhely. Most megpróbáljuk óvatosan körüljárni, csak arra figyelni kell, hogy itt valószínűleg, hogy lesznek majd őrdrónok. Tehát erre figyelni kell. Frankó fekete a színezete. Tetszik. Nem, én úgy tudom, hogy ezekről található majd információ, mert van valamilyen valamilyen információs panel, például ott már látok is valamihoz hasonlót. Csak az a baj, hogy azt őrizni szokták. Ó, itt van. Ott vannak. És mivel nem akarok büntetést összeszedni, meg lehetne velük küzdeni, de azért én nekem büntetés jár. És nem tudom, hogy kik ezek végső soron, csak is simán körbejárjuk a területet. Ott van, látjátok, amit védenek? Na az, ott valami, tehát hogy azt megszerezhetnénk. Végső soron valami értékes ásvány szokott lenni, vagy valami ilyesmi. Tehát ezeket nem nehéz amúgy leszedni. Vannak természetesen olyan bázisok, amelyeknek sokkal komolyabb védelme van. Például mondjuk rakétavédelme, különféle lövegtornyai. Itt például megcsinálhatnám azt is, hogy idejövök az űrhajóval, földerítettem most ezt a bázist. Látom, hogy nincs nagy védelme, és ideje szállok az űrhajóval, és szépen leszedem itt ezeket az űrdrónokat. Az űrhajóval, tehát hogy nem itt a Scarabből elkezdek el lövöldözni. Hogy is van? Itt van a lövegtorony. Van ugye egy kicsi lövegtornya neki, amiben most beleültem. Közben természetesen ugye, mivel az asztalban van kapcsolva, megyünk tovább. Kár, hogy így messziről nem tudok róla információt kicsikarni, hogy melyik frakcióhoz tartozik, mi ez egyáltalán. Hát igen, tehát... itt is megkapjuk nagyon jó ez az Elite Dangerous, de ugye... ha még ugye részleteiben menően akarunk majd játszani ilyen játékkal, akkor ugye a Star Citizen, ugye. Mondom, tehát hogy annak az lesz a előnye, és tehát a hátránya is. Természetesen nem kapjuk meg azt a hatalmas univerzumot, mint az Elite Dangerous-ben. De ott is egy megfelelően nagy jó, nem akarok itt újat húzni velük, mint mondottam volt. Azt szerintem az simán mondom, hogy valamilyen felszedhető nyersanyag féleségek lesznek. Vagy valami technika, vagy valami ilyesmi. Ott azokban a kis tartályokban. Viszont ugye látjuk azt, hogy, tehát, hogy itt nincsen semmilyen leszálló hely. Tehát dokkoló.
hanem akkor úgy, mint én, itt leszáll valakit a bázis közelébe, aztán jön a cuccáért. Merre van az űrhajónk? Ha jól emlékszem, valahonnan innen jöttem. Ilyenkor amúgy semmi gond nincs, srácok, hogyha elhagyjátok az űrhajót. Mert... itt most valamiért nem tudom... Aha, Recall Ship. Ő lesz a mi barátunk. És akkor nem kell megkeresnem az űrhajót. Nézzük amúgy, hogy... Nem látjuk valahol a mi kis űrhajónkat? Nem látom. Amúgy, ide a rántó határon. Nem volt az olyan messze. Ó, most már megjelent a zöld pötty. Itt van mi kis űrhajunk. Tehát, hogy ide hívjuk a közelünkbe. Ott van. Ide hívjuk a közelünkbe, és le fog szállni, és nem kell nekünk teljesen visszamenni. Várjatok, inkább így. Ez az. Ezt talán célszerű egyből meg is csinálni, hogy így fölkülditek. Ezt én most elfelejtettem, de célszerű megcsinálni. Hogy egyből így azt mondjátok, hogy ha jól tudom, ott úgy van, hogy dismiss ship, és akkor ugye fölszáll szépen, és akkor itt valahol fölöttünk fog lebegni. Ez talán célszerű is. Na, hát szóval, és ugye, hogy végig szkennelném a bolygót, akár többet magunkkal is, akkor akkor ugye ez könnyebb lenne értelmiszerűen. Most próbálom neked megmutatni azt, hogy igen, hát hogy azért az ilyen nagyobb köveken megvan csinál, hogy átlendül a kerék. Nem tudom, ezek olyan jó leső érzések, hogy azért erre figyeltek a játék készítői. Tehát semmiféleképpen sem a türelmetlen emberek játék, én úgy gondolom az Elite Dangerous. Nem egy akció űrszimulátor. A Star Citizen sem lesz az. Habár ott én, hogy egy picit belekóstoltam, legalábbis ez az eddigi gyakorlat alapján, de lehet, hogy ez változni fog, tehát ezt ne vegyétek készpénznek, amit én most mondok a Star Citizen kapcsán, hiszen még iszonyat fejlődés alatt van a játék. De például, hogy ott nincsenek ilyen hosszú utazási idők. Még a naprendszerem, a csillagrendszereken belül sem. Sőt, igaz, itt a ugrások azok, amik nekünk gyorsabbak. Természetesen itt a Elite Dangerous-ben is. Nem az rabolja az időt, hogy megyünk egy másik rendszerbe átugrunk. Ami mondjuk 20 fényévre van. És ugye elég hozzá a hajtóművünk természetesen. Hát, srácok, igen. Elég nagy média figyelmet kapottam ugye ez a trappist rendszer. Ugye mindenki erről írt. Szerintem még a híradóban is megjelent mindenféleképpen. Kicsit csökkentjük vissza a sebességet. Ha esetleg olyan hülye helyen szállt le az űrhajótok, hogy nem fértek be alá semmilyen módon, akkor megint mondjátok azt neki, hogy szálljon föl, és szálljon le valahova. És ennyi. Megállunk itt fölötte. Ez az. És akkor... Azt mondjuk neki, hogy board. Köszönöm. És voilà, itt vagyunk új fent az űrhajónkban. És... Akkor most ugye megnéztük ezt a bolygót, a csillaghoz legközelebb eső bolygót.
semmi nincs itt értelemszerűen. És ugye a holdját is megnéztük. És megyünk most ide. De így. Ez az. Mi történt? Megtörtént. Szépen felszállunk. Behúzzuk a landolótalpakat. Ha jól látom, akkor ott van. Mi kis bolygónk. Már el is szkennelte. El is kezdte szkennelni. Akkor lehet, hogy ezt megvárom. Megnézzük és menjünk a következőre. Nem tudom, mennyi idején megy a felvétel. Kis türelmet kérek? ...41 perc. Nézzük meg, hogy mit ír róla. Ugye itt most értelemszerűen nem fogok leszállni. Mert nem tudunk leszállni természetesen. De viszont az infót megnézem róla. Igen, és nem is tudunk rá közelíteni ebben az esetben. Rádiusz, megint körülbelül egy föld nagyságú bolygó. De erre mondták, hogy ugye földszerű bolygók, mert nézzétek? Tehát, hogy nagyjából azt látjuk, hogy mindegyik azonos. Érdekes, nagyjából mindegyik azonos méretű. És ugye ezért mondták azt, hogy földszerű bolygók vannak a csillag körül. Szerintem akkor nagy meglepetés ebben nem fog minket érni. Oké, ó, viszont úgy néz ki, hogy más a összetétele a bolygónak, mert ugye míg ugye ennek nagyjából ugyanolyan a rádiusza, 7000 km, menjünk vissza, 7000 km, ennek egy nagyon picit kisebb, mert 6700 km, hát annak sem pontosan 7000 km volt, de viszont valószínűleg, hogy más az összetétele a bolygónak, és ugye ezért nagyobb a gravitációja is. A tömegét nézzük meg, ez 13800, nem tudom mi. Neki egy picit kisebb. Jó. Itt is elég magas a hőmérséklet, akárhogy is nézzük. 217 Kelvin, 240 Kelvin. Tényleg megnézem majd, hogy mi a változás. Most ezt jó lenne tudni. Azt mondja, hogy... atmoszféra van rajta? Tehát, hogy nincs rajta atmoszféra, itt viszont látjuk azt, hogy 7,18 valami atmoszféra őrződött meg a bolygón. Ez nem tudom, hogy mi százalék, hogy mi lehet ez, nem tudom. Vulkanizmus található rajta. Ott van, ja, ott van az alatt az atmoszféra. 86,2 nitrogén, szulfurdioxid 12% és 0,7 szilikát. Rock és metál. Tök egyszerű. Orbitál periódus az 2,4 nap. Jó van. Fiúk, akkor menjünk a következő szkennelendő bolygóra. Ahogy nézem, hogy ott mindenféleképpen kicsit állítsuk vissza, nem biztos. Lehet, hogy le fogja szkennelni. Ó, le fogja szkennelni, jó van. Nem véletlenül a legjobb szkennerek vannak az űrhajón természetesen, mert ez tényleg ez arra van akkor kitalálva, hogy itt most itt, ha felfedezik el, akkor lehetőleg ezzel az űrhajóval menjek. Természetesen a Piton is alkalmas lenne erre. Na nézzük! Ó, itt vagyunk. System. Nem tudom, hogy itt akkor viszont más jelölések vannak a bolygóknál. Mert tényleg én valami olyasmire emlékszem, hogy EFG. A wiki oldal szerint. Oxigén. Azt mondja az Elite Dangerous, amúgy természetesen ők azért hasraütésszerűen találnak ki, gondolom, sok mindent. Tehát szerintem nem tudjuk pontosan most, a tudomány legalábbis nem tudja, hogy itt pontosan milyen a légkör összetétele. Jó? Tehát ezt ne vegyétek készpénznek, amiket itt most az Elite Dangerous-ben látunk. Azért mégiscsak egy játékról van szó, srácok.
Jól van. Kicsi a tömege, sőt valószínűleg, hogy kis, igen, hogy látom, hogy kisebb is, mint a Föld. Egy picit, de azért még földszerű bolygónak számít. A gravitáció is pici rajta. A Kelvin az már talán egy pici, igen, még kisebb, értelemszerűen, mert távolodunk a csillagtól. 74 az oxigén, 23 a nitrogén, és 2,3% víz található a bolygón. Azt ugye nem írja, hogy az most mi az, folyékony, vagy fagyott állapotban van, vagy... Hát fagyottban nem hiszem, mert elég magas a Kelvinje, nem? Tehát szerintem, hogy az akkor folyékony kell, hogy legyen. Meg ahogy látom, hogy igen, tehát olyan légköre van, hogy felhők is vannak. Sőt, ugye a sarkoknál jegesedést látok. Nem tudunk még közelebb menni hozzá, nem? És akkor 70%-a rock, hát igen, tehát hogy ilyen kőzet, és 30%-a valamilyen fém összetétel. Jó, megnézzük a holdját. Szerintem oda most nem fogunk leszállni, srácok. Tehát, hogy ne legyen túl hosszú a videó. Illetve az is elképzelhető, hogy lehet, hogy több feleségesen csináltam a videót, mert lehet, hogy valamit nagyon rosszul állítottam be, és élvezhetetlen. Tehát ezt meg kell majd néznem. Ja, viszont akkor... Tehát, hogy ezt megnézzük. Valószínűleg, hogy meg kell keresnünk a emelkedési vektort. Tehát, hogy azért előnye és hátránya is van, ugye az mind az Elite Dangerousnek, mind a Star Citizennek értelemszerűen. Tehát, hogy az, hogy megkapjuk a teljes galaxisunkat, az most ugye nagyon jó, csodálatos, de ugye egyben hátrány is. Maradjunk. Picit el kell távolodnunk a... hol vagyunk most? Holtól? És ezért lesz jó például akkor a Star Citizen. Ott nagyon bele tudnak nyúlni akkor a készítők. Ugye egyrészt ott is ugye, mint mondottam volt, mert sokszor beszéltem erről, hogy segítségül hívják ugye ezeket a véletlen algoritmusokat. Le lesz generálva bizonyos része viszont nem. Mert a lehetőséget ad arra az a behatárolt univerzum, hogy azt bele tudnak nyúlni a designerek, a grafikusok. Csak hát, hogy mikor fog már végül is megjelenni, azt nem tudom. Hát előbb-utóbb megjelenik, addig meg tudunk játszani már, aki ugye szereti az erőtényt igazán. És ugye erről is sokat beszéltem sajnos, hogy itt is találkoztam ilyen hozzá. Hát, hol vagyunk? Nem, még adjunk rá sebességet, mert ugye a speed pálcika, ami ott megy a sávon, az érje már a távolság pálcikát. Addig nyugodtan gyorsíthatunk. Itt már egy picit akkor így visszavesszük a sebességet. Kicsit még adunk rá, és akkor még lejjebb. Mögötte lesz. Ugye ezt jelzi nekünk szaggatottan. Szerintem annyit fog csinálni, srácok, hogy egy picit repkedünk a Hold fölött, sőt, picit repüljünk közelebb a bolygóhoz, jó? Szólnátok hozzá. Igen, tisztán látszik, hogy a felhők, illetve hogy a sarkokon akkor jegesedés van. Én legalábbis azt annak látom. Ezeket a fehér foltokat, hát meg a franc se tudja, várja, árnyékban van. Nem tudom, hogy amúgy ezt figyelik-e. Hogyha egy bolygó árnyékban van értelemszerűen, akkor természetesen ott nem lehet olyan nagy forróság. És tényleg arra nem emlékszem, hogy most hány bolygó van ebben a csillagrendszerben, amit mint mondottam volt, hogy állandóan az azonos felét mutatja a csillag fele. Ez légy szíves, majd legyen eszetekben, és akkor esetleg akinek van rá türelme vagy ideje, nézzen utána, és akkor leírhatja nyugodtan a videó alá.
Mert szerintem ez tök érdekes, tehát ez annyira izgalmas, srácok. Valószínűleg, hogy picit itt még körberepülöm a holdat is. Jaj! Kicsit feszül most valamelyik zsinór. Igen, látszik, hogy nagyon kevés a víz, ha mondjuk azok a kék foltok, azok víz formátumok. Ugye elrepülhetünk a bolygó felé, de sajnos egy idő után ugye nem fogunk rá zoomolni, tehát nem fogja kitölteni a látóterünket. Tehát hogy úgy megakad a részletesség egy idő után. Ott van mögötte a nap. Haha, de jó. Na ez az. Szeretném a napos felére tenni az űrhajót. Jó. Ráforgunk. És akkor hagyjuk, hogy megközelítsük. Nézzük meg a térképet. Itt sem látok semmilyen bázist. Semmilyen bázist nem látok. És hát egy picit úgy unalmasnak is néz ki a holdacska. Tehát, hogy nagyjából ugyanaz, mint ő. Tehát így. Nem olyan látványos, mint mondjuk. Hát menjünk mondjuk afelé. A hegyek fele. Úgy érzik, hogy mégis a árnyékban leszünk. De hát ez a látvány, ez megint nagyon durva. Ó, srácok. Mennyi az idő? Jaj, nem tudom, bocsánat. Elfelejtettem, hogy rajtam van a headset. És ilyenkor akkor nem kapkodom a fejemet, meg nem nézek ilyen hülyén ki a nyíláson itt a headsetnél. Azt a cipőpaszta mindenit. Ez így most teljesen tök olyan, mintha itt ennek légköre lenne a holdnak. Ez teljesen olyan lehetetlenség, mert ugye a Elite Dangerous-be csak a légkör nélküli objektumokra, holdakra, bolygókra, aszteroidákra tudunk leszállni. Nem tudom, nagyon remélem, hogy egyszer valahogy azt meg tudják csinálni, hogy a bizonyos légkörrel rendelkező objektumokra is le tudunk szállni. Az más dolog, hogy nem fogják azt esetleg megcsinálni, hogy mondjuk a növényzettel rendelkező bolygókra. Mert ugye értelemszerűen sok olyan bolygó van, ami úgynevezett ilyen élettelen szikla tömb végső soron, és ilyen tényleg ilyen baktériumok, mikroszkópikus élet található csak rajta. Adjunk egy kis sebességet. De úristen, de tök ilyen sejtelmes. Tök nagyon sejtelmes a felszín. Olyan, mintha ilyen ködbe burkolózna, gyerekek. Azt a... Istenem. Juhaj! Nagyon kemény, azt kell mondanom. Adunk egy kis boostot. 10 kilométerre vagyunk a felszíntől. Hát, most ha itt nagyjából benézem azt, hogy körülbelül az is egy elég magas hegy ott. Sőt, ott még van még egy magasabb is. Óvatosan, mert higgyétek el, hogy most túl sem látom annyira tökéletesen a felszínt. Azt a rohadt mindenit. Tehát, hogy nem tudom, hogy ezt valaha itt az Elite Dangerous világában ezt meg tudják oldani. Mert tehát gondoljatok bele, hogy egy kicsi univerzumnál, mint a Star Citizen, meg lehet oldani, mert biztos, hogy azt az algoritmust meg lehet csinálni, hogy így azon a rendszeren belül, most nem tudom, tényleg pontosan 40 vagy 50 csillagrendszerről beszélünk, ott valamelyest meg lehet azt oldani, hogy a véletlenszem algoritmus az ne tévedjen
hülyeségeket, és ne ismétlődjenek a bolygók. Ne legyen nekünk az az érzésünk, hogy na most már megint, már csak ugyanazt a látványt kapjunk. Amúgy a közvetlen bolygóknál, a légkör nélkül közvetlen bolygóknál természetesen sokszor van az a... Ja, és itt is van valami, nézzétek? Ott is van valami érdekesség, de azt most engedelmetekkel nem fogok oda elrepülni, hanem megpróbálok. Bekapcsolom a űrhajónak a fényszoróit. Még magasan vagyunk, tudom, de hogy lássunk valamit. Mondjuk így menjünk úgy, hogy ilyen 15 legyen a fok, amit közelítünk a felszín fele. Nem akarom nagyon odaverni az űrhajót. Jó, most már picit emelkedjünk. Ez az. Ó, itt vagyunk. Megérkeztünk, srácok. Látom a felszínt. Látom a felszínt, srácok. Rakjuk ki a landolótalpakat. Jó, ahogy nézem, hogy nagyon hepehupás a felület, egy picit tovább megyünk. És akkor lerakom az űrhajót. Nem, még tovább kell mennünk. Pillanat, óha, vigyázzunk, mert nagyon alacsonyan vagyunk. Ilyen sebesség nem úgy nem történik semmi. Hoppá! Tehát itt... Igen, valamiért még mindig nem jó. Tehát, hogy leszállunk. Nem fogok itt nagyon körbenézni. Csak egyszerűen lehagytam a felvételt, jó? És mégis lássuk azt, hogy ugye ez most egy picit úgy milyen. Na, most megtörtént. Ez az. Egy picit körbe is nézhetünk majd ugye a Scarabbel is. Aztán megnézzük. Na, viszont kedves fiúk, lányok, akkor hát ez az első része lett volna akkor a trappist rendszernek. Innen fogjuk folytatni, jó? Köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, vigyázzatok magatokra, sziasztok!